Újra nő a migrációs nyomás Európán, erre figyelmeztetnek a szakértők, akik abban is egyetértenek, hogy a koronavírus járvány miatt az illegális bevándorlás nagyon komoly közegészségügyi kockázatot hordoz. A jó idő beálltával ráadásul Európa szerte, köztük a Balkáni útvonalon ismét fellendülés várható az illegális migrációban. Ez lesz a ma reggel következő vendégével a téma. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Bakondi György, a miniszterelnök úr, belbiztonsági főtanácsadója, a vendégünk a külső stúdióban. Jó reggelt, tábornok Jó reggelt kívánok! Ha a tavalyi esztendő azonos időszakával összevetjük a migránsok számát és azt, hogy a kibocsátó országok melyek, akkor mit lehet megállapítani erről a tavaszról? Ugye a tavalyi év már a járvány időszaka volt, még pedig az első hullám. E, súlyos a határszigorításaival e, teljes balkán útvonalon is e, valamennyi az útvonalon érintett ország, akár a hadseregek bevetésével is védelmezte a határt. Ennek hatására az embercsempészek lehetőségei beszűküdtek, és inkább csökkenés történt, amelyet aztán egy fellendülés követett. Most az első negyed évben, mivel azok a tavalyihoz hasonló szigorítások már nincsenek Európa szerte és e, a balkáni útvonalon sem, ezért a tavalyi év első negyedévéhez képes növekedés tapasztalható. A mai, illetve a tegnapi napig például a magyar határon 28 ezer határsértőt fogott el a rendőrség és a Magyar Honvédség résztvevő erői, és 260 ember csempész ellen indítottunk eljárást ezek az adatok tehát meghaladják a tavalyi év hasonló időszakának adatai. Amikor az adatokról beszélünk, akkor az első három és fél hónap adatairól beszélünk. Az Európai Unió ugye határvédelmi szervezet a Frontex is jelezte, hogy mind az olasz, mind a spanyol oldalon is erősödő migráció tapasztalatú, akkor ez valószínűleg az időjárás lesz? Hát, feltétlenül, ahol tengeri útonal van, ez egy, egyébként a balkáni útonál is igaz a görög szigetekre irányuló migrációnál, de az Olaszországba tartó migráció ez tipikusan és csak is tengeri útvonalat vesz igénybe. Nyilván a tavaszi, tavaszi, téli viharos hideg időjárás megnehezíti a hajókon, kis hajókon történő átkelést, és sajnálatos módon növeli azoknak a számát, akik az átkelés során életüket vesztik. Spanyolország egy kicsit eltérőbb, bár itt is az utóbbi évben tipikusan a Kanári szigetekre irányult a migrációs fősodor. Azért továbbra is a marokkó-spanyol határon is vannak kísérletek, amelyek hát mondjuk szárazföldi határszakasz. Tehát azt lehet mondani, hogy igen, a téli időszak általában csökkenés, illetve összadatokhoz képes csökkenést okoz, a migrációs útvonalon, a minket érintő balkán útvonalon, ezen kívül azt látjuk, hogy van egy áttolódás ebbe az első három hónapban a közúti járműveken vagy vasúti járműveken történő elrejtőzés kihasználásával. Ez nyilván az időjárással összefügg, és arral is vannak a rendőrségnek elemzései, adatai, hogy a, az, hogy melyik napon és a napszakban, melyik napszakban tesznek kísérletet a legtöbben tiltott határát lépés elkövetésére a zöld határon, az kétségtelenül az időjárással összefügg. A Kanári-szigetek érdekes kérdés, a többi is, mert ugye onnan nem nagyon lehet tovább menni, szigetekről van szó. Igen, csak ugye hát Spanyolországról van szó, tehát előbb-utóbb az történik az ott lévőkkel, nagy részben ugye a helyi lakosság nyomására is, hogy hát átszállítják őket a kontinentális Spanyolországba, és az ember sem erre Játszanak. Ugyanez a helyzet egyébként a görög szigeteken is. Ma azt látjuk, hogy a görög szigetekre a relokáció, vagyis a szigetekről a kontinentális Görögországba történő átszállítás ez folyamatos, és nagyságrendjében meghaladja az érkezők számát. Tehát összességében a szigeteken tartózkodóknak a száma csökken. Olvasom, hogy néhány nappal ezelőtt letartóztattak egy szír embercsempészt, aki egy német rendszámú bérelt autóval, azt hiszem, hogy 16 migránst, akik magukat szírnak nevezték, de hát nyilván nem volt náluk papír. Kíváncsi lettem volna, hogy vajon mennyi időre bérelte a teherautót, vagy kis busz? Mert akkor lehetne tudni, hogy hogy tervezett. Igen. Hát nincs adatom -e ezzel kapcsolatban, hogy most mennyi időre bérelte ő ki, azt sem tudom, hogy vissza akart -e vajon vinni a gépkocsit. Általában azt látjuk, hogy az embercsempészek között sok a külföldi, és mondjuk az elmúlt egy évet, ha vizsgáljuk, akkor azt az látható, hogy viszonylag magas azoknak az aránya, akik Európában már korábban beérkező migránsok, akik valamilyen státusz kaptak, tehát politikai menedékjogot vagy lakhatási engedélyt, és bekapcsolódtak ebbe a jó fizető üzletákba, hiszen előnyös az ő részvételük, mert pozitívan hatnak, megnyugtatja az érkező migránsokat az, hogy saját nyelvükön szólnak hozzájuk, és nagyobb bizalom van az embercsempészek iránt, és így könnyebben fizetik ki a viteldíjat. Tehát van akkor az nem visszatartó erő, vagy nem lehet visszatartó erő, hogy például Dánia is megkezdte a visszatoloncolást? Dánia is és Svédország is figyelemre méltó intézkedéseket tett. Dánia megtette, Svédország most kezdi el tárgyalni a bevándorlási törvénynek a tervezett módosítását mindegyik arra irányul, hogy megnehezítse, feltételekhez kösse az érkező migránsok Svédországbeli vagy Dánia földjén történő tartózkodását. Dánia ebben egészen messze menően elhatározta magát, kijelentette, hogy nulla a befogadandóknak a száma. Legutóbbi nyilatkozatuk szerint Szíria fővárosa az most már biztonságos terület, úgyhogy megkezdik a szíreknek a hazatoloncolását, ennek belbiztonsági, közbiztonsági és közegészségügyi okai vannak. Azért, hogy ha napi média híreket elemző, vagy figyelme kíséri valaki, akkor láthatja, hogy például az elmúlt napon kurd és csecsen fiatalok tűztek össze Belgiumba, ahol sorozatlövő fegyvereket is bevetettek, halottak és sebesültek is vannak. Vagyis az a közbiztonsági hiátus, amelyet a tömegesen érkező illegális bevándorlók befogadása okoz, ez egyre nagyobb feszültséget vált ki a, a lakosság körébe, amelyik pedig politikai nyomást gyakorol a kormányzatokra, hogy valamilyen megoldást keressen a biztonság helyreállítása vagy fenntartása érdekében. Ezért kezdődött Dániába is, és jelen pillanatban kezdődött Svédországba is a migrációs helyzet újraértékelése. Távonok úr, köszönöm szépen! Én is köszönöm.